Hello mindenkinek, most már folytassuk a Ghostwire Tokyo végigjátszást. Ugye az előző videóban az előjátékról volt szó, hogy dupla K hogyan ismerkedett meg a Hanya maszkos csávóval. Most természetesen most folytatjuk végre a második fejezettel, úgyhogy folytassuk, hogy Akito a kórházból kifelé menet próbálunk segíteni dupla K-nak, hogy elkapjuk a maszkos csávot, és közben ugye elvitték a húgunkat Marit, úgyhogy vele kell majd tovább haladnunk, úgyhogy most Jugendzakába kell mennünk. Az igen. Itt belementem, aha, ahol ilyen japán firkálások vannak a ködben, az azt jelenti, hogy elkezd ezek ilyen veszélyes ködök, tehát olyan, mint a sugárzás elleni dolog, ez a sugárzásba halsz bele, és lecsökkenti az életenergiádat, hogy ha túl sokat állsz benne, és megdög lesz. Ja. Úgyhogy nem szabad benne lenni. Tehát valamelyiken láthatatlan fal van, valamelyiken még izé is van. Gyilkos rész. Na, kaja. Yakitori. Az mi? Jaj, egy Shinto kapu. Oda kell mennünk a Tori kapuhoz. De az a baj, hogy túl sokan vannak ott, és ez az egyik nagyon bámul. Az az indikátor jelzi egyébként. Az a baj, nagyon néz ide. Észrevett, nem baj. Gondoltam, stealth-ezek, de nem. Főleg a kvenkasra megyek rá, akkor ki tudom venni a lelküket. Na, nézzük ezt a Tori kaput. Mert meg kell tisztítani. Igen, sokan úgy mondták, hogy mágia karatézni. Karatézok mágiával. Valami múlt mondták, hogy ez olyan fajta akciót mutat. És ott van a papír bábú, amit egyszer találtam a prológusban is. Felszedtem egy Kagura Suzut, egy ilyen csengőt, amit a Shinto szentélyeknél szoktak használni, a Shinto szentélyi cselédlányok, amivel rituális Kagura táncot szoktak lejteni, és ezt rázzák, ugye ez az a fajta csöngő. Katashiro. Ja, az a Katashiro. Ez a Katashiro, ez a papírdarab. Ez a papírbábú. Egy kutya. Egy kutya. Át maga, kérem. Merre ugat? Ott egy szellem. És hát a... egy lélek.
Még meg tudjuk őt menteni? Ennyi. Oké. 90%-on volt, tehát hogyha az lejár, akkor nem tudjuk megmenteni. De többen is voltak benne. És ugye őket kell benyomni. És ezzel ugye a lelkeket ugye be lehet gyűjteni, és ezekkel XP-t lehet felhasználni. A kutya hova tűnt? És ehhez egy telefonfülke kell, ahol be tudjuk adni adatbázisszerűen, le tudjuk adni a lelkeket. És ehhez ugye ezért XP-t tudunk kapni. Aha, ez egy ilyen enciklopédia. Egy zöld telefonfülkét kell keresni egyébként. Hoppáré, az ott mi? Ja, és egyébként 10 lelket tudunk begyűjteni magunknak. Közben meg hallgathatjuk a lelkeknek a izéjét. Aha, 101 spiritet gyűjtöttünk be, lélekpontot. Igen, ez az a telefonfülke. De még gyűjtögessünk, mert még 10-et tudunk magunkkal vinni. Ó, ezekben kredit volt. Amelyik a sárga éterkristály, ahogy Shibuyát körbejárod, találkozol sárga éterkristályokkal, amik melyik a pénzt tartalmaz, ez ugye a fizetőeszköz. Ez a zsetonok, amiket felhasználhatunk valamire. Az Enzanneon körzet. Aha. Újabb részeket találtunk. Ja, itt van ez a korrupció, amit egyszer talált dupla K csatornában. Na, van pénz. Ó, zsákutca! Adtak! Elvileg itt egy bolt van. Az egy macska? Igazából egy yokai. Ez egy yokai macska, ez a szerencse macska, a bólogató. Nekomatának hívják. Van nagyon sok cuccom, amit beválthatsz Meikából. Meg akarod nézni? És akkor 3000-re tudunk fizetni Katashirót. Kutyakaja, kibidango, ez ugye élettöltő. Uborka, 3 színű dango, mitarashi dango, ezek ilyen gombócok. Aztán daifuku, ilyen tésztába gyűrt eper. Vörös babohagi, dorayaki, ezek ilyen édességek, akkor ez a sakura mochi, amit találtam egyszer. Engine instant tészta, makarel, konzervmakréla, itt van sukiyaki, konzervben szint úgy. Ilyen
Hát szerintem veszek egyet. Ja, és akkor így a nyilakkal lehet váltani, hogy mennyit akarok venni. Hát most veszek kettő zacskóval. Illetve veszek egy katosirót. Hát van nálam sok 10 darab, úgyhogy most nem veszek többet. Ja, ne pazaroljam el. Ja, ja, persze. Hát külön lehet gyűjtögetni a cuccokat. Még egy yakitori. Itt nincs semmi. Azt is ki lehet nyitni. Aztán van itt működő italautomata, ahol Coca-Cola, ami Coca-Cola, zöld teát, energiaitalt, aztán konzervlevest, illetve surikót lehet ilyen desszertet, vörösbabos italt lehet venni, ami szintén növelik a HP-t. Ilyen medipakként szolgál. Hopp, az ott mi? Egy oroszlán maszk. Aha, az oroszlán táncoknál szokták használni. Hú, itt nem tudok átnyúlni. Még mindig nem megyek oda. Addig gyűjtögetem a szellemeket, amíg össze nem telik az összes Katashiro angyal papír. Ugye? Katashiro. Nem tudtam kimondani a nevét. Nem jól mondtam ki itt, szóval Katashirót. Tehát van nálam 10 Katashiro, addig nem megyek tovább, amíg be nem tudom gyűjteni őket. Be nem gyűjtöm az összeset. Csak körül kell nézni. Kicsit ez ilyen free to play, tehát ilyen free run-os lesz. Tehát nem fogok rögtön haladni tovább. Nem kapkodom el. Érdemes körbejárni a világot. Úgyhogy egy kicsit ez a hosszabb gameplay lesz. Az eddigi végigjátszások. Mondjuk például a... Borderland szintű. Kb. De most visszatértem a Shinto kapuhoz. Még akkor is megy a duc-tuc zene, hogyha ki van kapcsolva a zene. Ami igazából in-game zene. Hát nagyjából körbejártam mindent, tehát akkor irány a telefonfülke. Nem áll, hogy fennakadok a biciklin. Nem áll. Itt. Oké, ugyanígy kerültem vissza. Na, akkor ugorjunk be. Igen, tehát ezeknél a zöld hacker telefonfülkéknél tudjuk beváltani a Katashiro által begyűjtött lelkeket. És megjött a kutya is. Van nálam kutya, kanya, nyugi? Ed építette be ezeket. Aha, szóval nem véletlen, hogy néztem, mert ugye a karaktereket ismertem, és ugye dupla KK, ugye, nek a haverja Ed, aki ugye csak a cuccokon keresztül tud beszélni, ő csinálta ezt a cuccot. Én is kaptam ugyanazt a fejfájást, amit dupla K is érzett. Nagyon kíváncsi vagyok, ki ez a figura. Ne tanosszazzál itt nekem! Most már csak úgy hívja a játék, hogy Hania. Oké. Aha, szóval azt a négyet, amit elhasználtam, most már nem tudom újra felhasználni.
Szintet is léptem, most már 104%-os. Szia, kutyus! Na, irányz Jugendzaka, most már tényleg. Szeva, kutyuli, mutyuli! Van nálunk kutyakaja, kérsz? Igen, Spirit Transformation Device. Ugye Ed építette ezeket a cuccokat, ugye... Friend of KK named Ed with the Rebel and he'll help become living humans once more. Igen, minél több lelket gyűjt be, annál több XP jön vissza. Tehát, hogy ezek erre valók. Ennél van nálam kutyakaja, nem tudom felhasználni. Ed otte hito wa dokoka de ikiteru no ka? Sono yotei da. Hotondo no koto ga soutei nai da. Dou natteru ka wakara. Kínálok egy harmadik rajta, hát ha lesz valami alternatív opció, hogy... Hát a követem, és akkor valahová utat tud mutatni nekem. Na várjunk, most 10 skillpontom lett, nézzük mire tudom költeni. Aha. Equipmentek. Igen, a kapacitást tudom növelni 5-ösre a gyors fogyasztó slotomat. Itt nem tudok fejleszteni. Nézzük az ability-ket. Van ez a gyorsabb kúszás, 30%-kal gyorsabban tudok mozogni, miközben Google-va járkálok, ez mondjuk jó. Aether Shakedown, cause Aether to appear when hitting enemies with strike attacks, cool. Ja, hogy a közelharci támadással tudok lőszert lopni ellenfelektől, wow. Perfect Block, Aether Generation, cause Aether to appear when you successfully perform a perfect block by blocking the moment and the enemy attack is about to land. Az a perizős... Hát a perimentes blokk, amikor egy perfect blokkot csinálsz, akkor még lőszert tudsz lopni az ellenféltől. Akkor van a másik, a core grab, hogyha amikor kivégzek mag szétszedéssel, mag kihúzással ellenfelet, akkor még HP-t tudok visszanöveszteni. Core explosion duration boost. Ja, hogy gyorsabban tudjam kiszedni a magot az emberekből. Speed. Ja, ezzel tudom gyorsabban kihúzni. Itt meg, hogy többet tudok kihúzni, több emberből tudok kihúzni. Akkor ez, ahogy már közelharccal is tudok szétszedni, ami elvileg gyorsabb. Földi támadás. Ja, hogy a földön fetrengő ellenfeleket gyorsabban tudom kiüktetni, erősebben. Illetve a földre huppant ellenfeleket gyorsabban tudom kizsebelni. Illetve, hogy gyorsabban tudok speed boost, spirit absorption-nel, a Michikiri 1, amivel gyorsabban tudok beszívni a lelkeket, a... Megint nem tudom a nevét. Katashiroval. Hogy Katashiroval gyorsabban tudja beszívni lelkeket. Oké. Az a baj, mindegyik tízesbe kerül. És mindegyik olyan jó képesség. Inubashiri 1, ugye ez a gyorsabb lopakodás. A Hakkei 1, ahol közelharccal tudok lőszert lopni. A Tatenui 1, amivel tökéletes blokkal tudok lőszert lopni. Mag kivégzéssel HP visszatöltés. Több magot vagyok képes megragadni, gyorsabb mag kitörés, közelharci mag kitörés, földi csapás, földön lévő mag kitörés. Uha! Nagyon sok jó dolog van. Fudó vagy kukorihime? Szerintem, vagy a vakumusubi. Az a baj, mindegyik jó. Hú, de nem tudok dönteni. Aj, ennyire döntésképtelen vagyok, öcsém? Akkor legyen ez, legyen közelharci. A Ninigi. Ninigi 1-es, hogy közelharcban már gyorsabban tudjak szétszedni magokat. És akkor nem kell állandóan távolról elkapni. Na, nem tudok kutyakaját adni neked.
Vagy csak van egy olyan hely, ahol csak ott vagy mellette, és akkor, csak, akkor tudsz kapni. Lehet, majd meglátjuk. Na de haladjunk, mert bőrigázok. Még holtan is. Most nem kéne visszamenni a boltba, hogy vegyek a Katosimát? Meg nem tudom megjegyezni a nevét. Mi az Isten a neve? The database... Katashirot. Katashiro. Katashir. Na, így meg tudom jegyezni. De hogy megtaláltam ezt a... pát, ezt a romlást. Nem sérülök, hogyha hozzá... De sérülök. De az előbb átmentem rajta, akkor most miért nem sérülök? De akkor miért nem sérültem? Furcsa, ez furcsa volt. Ha, a C-t lenyomva tudok váltogatni, ott a zöld tea, meg az a kis ételke, de inkább jobb, hogyha előveszem az invertorit, hogy is akkor inkább lássam. Tudom, hogy van egy külön gomb az invertorira, majd megnézzük. 55-40... Egy kis kólát megiszok. Ott van lent a bolt. Veszek... Katashirót. コンビニか何か使えるものがあるかもな。 Most már van 11. Ja, eddig is volt nálam. Szokono 2階だ. Aha, ide kell följutni a második emeletre. Ez a te lakásod? Ha? Ah, le kell venni a pecsétet. Ó, oh, ugyanazzal a rajzolással. Nakani, nani ga arunda? Aireba wakaru yo. Igen, tehát az ilyen pecséteket ilyen kézi rajzolással kell megcsinálni. Először le kell követni a rajzolást, utána megvan a rajzolás tökéletesen, akkor két klikkel egy energiát lehet türemkedni, amivel a pecsétet le lehet szedni, a pecsét zárat. Ú, ez nagyon jó, ez tetszik, tetszik, nyomozósító. Na, rögtön kaptam kutyakaját. Itt van Kékei lakása. Most már hármas szintű vagyok. A budiabb fürdőszoba. Itt mi van? Mágneses erő helyzetek. Egy E. Ja, ez Ednek az iratai, gondolom. Úgy sok minden van. Csomagolás, egy kézzel írt jegyzet. Taskani. Omae wa kawari ni yatte kureru ka? A csatorna gyerek! Ah, de jó volt végigjátszani Van valakinek nem jött be az előjáték, de nekem tök jó, hogy bejött, mert most már tudom, hogy kiről van szó. Az esőkabátos gyerek esete. És még szintet is léptem. Vagy skillpontot kaptam. Várjál már! Most kapcsolok! De jó, hogy megcsináltam az előjátékot. Mármint a prológust. Hát itt van Rikojának a helye, ahol szokta nézni a cuccokat. És egyébként ezt kerestük. Az íj! A negyedik fegyverünk. Kinyitta be, Motége. Konna mono doko de? Shokugyo gara, ma, iroiro tsute ga atte na. あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところが。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。
Jó, megvan az íjunk. Keresgéljünk. Nézzük, ott van egy kép. A csapatról. Tara. Aha. Ed. Ryuka. Meg valami nagy darab hapsi. És dupla K arca ki van vágva. De hol van Erika? És Ryota a gyerek? Mindegy. Vision T. Ó, a pisztoly. Ugyanúgy, ahogy a prológusban mindent lehetett látni, innen nézték az egész várost. Akkor ez a mágneses tér, igen. A projektor. Effektíve mindenki eltűnt. Ja, csak mi maradtunk. Meg hát a maszkosok, a szellemek, illetve KK. De a hugunk megvan, egyébként. Érdekes, nagyon érdekes. Jó, vannak még cuccok. Na, itt van egy szekrény. Ó, egy speciális tangó. Az a másik világból. Illetve igen, a szellemkaják. Ezekkel még erősebb HP-t lehet visszatölteni, és még boostot is adnak hozzá. Akkor még ez. Periódikus listák. Igen. Mi volt ez? Ó, kutyakaja még. Aha, egy térkép. Ó, több országban is voltak, és elvileg még mások helyett is voltak. Ú, ezt ismerem. A daruma. Egy kör alakú, és hát egy kerek bábú, amit egy buddhista szerzetesről mintáztak, aki szerencsét hoz. Igen, van egy egyébként egy japán, egy ázsiai film, azt hiszem ez egy horrorfilm, de olyan hasonló, mint a Fűrész, meg ilyen hasonlók, ilyen, hogy bentrekedt egy csomó fiatal, és hogy segíteni kell magukon, ilyen, mint a Battle Royale, hogy így hullanak a szereplők, azt hiszem, és az a neve, hogy az Isten játékai, és egy gonosz daruma bábú a játékmester, és ő mondja meg, hogy ki hal meg. Csak egy leírást láttam róla. Ja, a naptárt elfelejtettem megnézni. Igen, felírt memoár, emlékeztető, 17-kor Erikával találkozni az Ebizu állomáson a nyugat kijáratnál. Szerintem ő is eltűnt. Vagy akkor mondjuk azt, hogy eltűnt, hogy ne keverik össze, hogy a valós személyiség eltűnt, hogy nem találták meg, illetve a diszintegrálódott személyiség, a köd által eltűnt személyek. De mondom, egy kicsit olyan tánoszos a dolog. Na, ennyi volt a lakás, megtaláltuk a fegyvert, meg egyéb dolgokat. És akkor haladunk. Ó, egy erőtér, az amit mondtak. Keresnünk kell egy helyet. Arról az erőteret elpusztíthatjuk, mert bekebelez minket. Ja, és eszét kell törnünk, amivel az erőteret el tudjuk távolítani. Jó, még tovább kell keresgélnünk. Jó, itt akkor menjünk be. Egy emelettel följebb. Oké. Komolyan? Ez aztán nagy interakció volt. De mintha jön le föl valami a WC-ről. Osztorohat! Valami üldöz. Ó, a rontás! Osztok! Glitch parádé! Ugrok egyet.
Van itt lőszer az íjakra. Oda kell valahogy jutni. Ah, most használjuk a nyilat. Oké. Azt kell szétlőni. Megvagy. Biztonságban vagyunk elvileg. És azt erre tudunk váltani íj és kézitusa közt. Vagy mágia közt. Na. Ott egy könyvecske. Igen, ez a japán kalendáriumnak a másik része. Aminek az előzőjét a duplakár rakásán találtunk meg egyszer. És akkor így tovább. Gondolom. Miért vagy sötét? Szóval ezek a leköltözött kövek akadályozták meg, hogy az erőtérben ne tudjak mozogni. Jó, még följebb. Akkor ide be. Húha. Dokoni ikeba inda? Yoku shiraberu. Nani ka aru hazu da. Semmi. Hát ott nem fogok tudni mozogni, akkor itt lefele kell haladnom. Ja, most nézem, időre megy. 4 percem van. Azt rohadt. Akkor keresnem kell. Ha, ja, lehet ugrani és akkor kapaszkodni. Na. Így. Hú, ez a rontás. Át tudok ugolni alatta. És akkor nem fog bántani. Hú. Nanda! Csikaizó! Ez nem az. Megvan! Ennyi. Jó, van itt kaja. A sózott chipszerűség. Ilyen ropogós cucc. Sózott. Akkor megyünk egyre följebb az apartmanok fölé. Na, vége a izének, a dolognak. Tehát a pajzsot elpusztítottuk, jó van.